a Szovjetunióbeli Csernobili atomerőműben baleset történt. A jelentések szerint az egyik reaktor sérült meg, és többen megsebesültek. Az illetékesek megkezdték az ukrajnai atomerőműben keletkezett üzemzavar megszüntetését. A károk felszámolására kormánybizottságot hoztak létre. Stockholmban közben bejelentették, hogy Dániától Finnországig észlelték a radioaktív sugárzási szint hirtelen növekedését. Ottani szakértők szerint a radioaktív felhő rövid időn belül eljutott a skandináv félsziget fölé. Jó napot kívánok! Kóbor József biofizikus vagyok. Az atomenergia az 50-es évek elejétől jelentkezik életünkben, a világ életében, és akkor azt mondták róla, hogy nem sokára ingyenes lesz az ára. Ingyen lesz a számunkra az atomenergia. Később azonban kiderült, hogy az ára igencsak magas, és jó magam belekeveredtem abba, hogy saját magam is tapasztalhattam ezt, hiszen pályakezdő tudományos kutatóként belekeveredtem a csernobili katasztrófába. Másrészt később magam is személyesen el tudtam menni a csernobili zónába, és rájöttem arra, hogy mit jelent egy tönkrement atomreaktor a környezet számára. Most hogy is kezdődött ez az egész történet? 1957-ben Angliában egy helyen, amelyet akkor Windscale-nek hívtak, most Szellafieldnak hívják, kigyulladt egy grafitmoderátoros atomreaktor, amelyet eredetileg nem is energetikai célból, hanem plutónium előállítására állítottak be, hogy Nagy-Britanniának legyenek nukleáris fegyverei. Ez volt az egyik első hírhedt nukleáris katasztrófa, amelyet akkor az angolok teljes mértékben eltitkoltak. A Csernobil filmben láthattunk egy olyan utalást, hogy a fiktív belorusz tudósnő adatok között kutat, és akkor már a titkos adatok között megtalálta a Windscale-i angol nukleáris katasztrófa adatait is, hiszen a KGB tudott róla. Tehát akkor már tudták, hogy a grafitmoderátoros atomreaktoroknak van egy biztonsági faktora, egy biztonsági veszélyforrása. Ennek ellenére, noha nyugaton már az 1957-es nagy-britanniai baleset után nem építettek ilyen atomreaktorokat, a Szovjetunióban ilyen típusú atomreaktorokat építettek egyre nagyobb és nagyobb mértékben. A következő képünk azonban még nem Csernobilt ábrázolja, hanem Harrisburg Egyesült Államok beli helyiséget. Ez volt a Three Mile Islandi nukleáris baleset 1979-ben, amikor egy vízforraló szerkezetű atomreaktor vesztett el a hűtő közelét egészen banális hibák sorozata után. A dolog érdekessége az, hogy a katasztrófa előtt 10 nappal mutatták be Jack Lemmon főszereplésével a China Syndrome vagy Kína Szindróma című filmet, amelyik pontosan egy ilyen típusú balesetet írt le. Jack Lemmon a film után állítólag hosszú ideig idegösszeroppanással feküdt, annyira megviselte az ügy. Ez volt az első olyan világszerte megismert eset, amikor embereket kellett kitelepíteni egy nukleáris baleset következtében. Harrisburg 40 000 lakosát kellett egy éjszak alatt kitelepíteni. Ők mondjuk szerencsések voltak, mert visszamehettek a baleset után nem sokkal, magát a reaktort pedig csak néhány évvel ezelőtt kezdhették el szétszedni egyáltalán. Hiszen tulajdonképpen egy részleges leolvadás megindult, de szerencsére stabilizálódott a reaktor állapota. Ez volt tehát 1979-ben, és már is ugrunk a csernobili zóna képéhez, amelyet bizonyára nagyon sokan ismernek, nagyon sokan tudják azt, hogy Ukrajnában Magyarországtól légvonalba kb. 700 és 1000 km közti távolságra van ez a terület. A Gnyeper folyó és a felső folyásánál, tehát Kijev felett. A kép, amit látunk, az a cézium-137-es izotóp kiszóródását mutatja. Általában, ha egy atomreaktor aktív zónája megnyílik, akkor legelőször az illékony izotópok szabadulnak ki, ezek jódizotópok, utána pedig egyéb hasadvány, illetve bomlástermékek, a legfontosabb közülük hosszú felezési idő szempontjából a stroncium, illetve stroncium 90, illetve a jód 130, illetve a cézium 137 izotópja. Rövid felezési idejűek közül például a jód 131, ami talán ismerős lehet, mert például a gyógyászatban is használják. Így néz ki tehát a csernobili zóna az első kiszóródások után, és tulajdonképpen mind a mai napig ezekkel az izotópokkal szennyezve van ez a terület, aminek nagysága, a nagyságrendileg körülbelül valamivel nagyobb, mint Baranya megye területe, tehát körülbelül 3000 négyzetkilométer. A csernobili zóna szélén fekvő két faluba visszatérhettek a lakók. Cseremosnya és Nyevetkoje térségében a háromszor végrehajtott mentesítés eredményeként annyira csökkent a sugárszint, hogy a szovjet hatóságok megkezdték az emberek visszatelepítését. Az érintett néhány tucat falusi porta utolsó tisztítását már a lakók jelenlétében végezték el. A helyi kolhozok ismét hozzákezdtek a munkákhoz a földeken. Az Izvesztija című lap azt is megírta, hogy szokatlanul széles árukínálat várja a visszatelepülteket. A csernobili reaktor baleset után hazánkban is naponta adtak közé jelentést a sugárszintről. Jó ideje azonban erre már nem volt szükség. Másfél hónapos szünet után most arról tájékoztattak a Polgári Védelem Országos Parancsnokságán, hogy az elmúlt 6 hétben minden környezeti elemben a természetes sugárzási szintet mérték. És hogy rögtön egy analógiát mutassunk, ez pedig a fukushimai zóna, ami azért csak fele akkora körülbelül, mint a csernobili, mert a másik fele a tengert tartalmazza, hiszen a tengerparton helyezkedett el a fukushimai erőmű, ahol, mint tudjuk, a cunami hatására elment az erőmű hűtése, emiatt 3 reaktorban indult meg a magleolvadási folyamat, és egy kiégett egy átmeneti fűtőelem tárolóról pedig lefort a víz, és hát ez igen súlyos kontaminációs forrás volt mind a mai napig, és következményei természetesen mai napig tartanak. Onnan is ki kellett telepíteni embereket, nagyságrendileg körülbelül annyit, amennyit a csernobili zónából. És ahogy Csernobilba, úgy ezek az emberek sem térhetnek vissza belátható ideig, hiszen a cézium és stroncium szennyezés itt is fennáll. An unprecedented step, the Kremlin acknowledged there'd been an accident, but only after Scandinavian scientists had picked up high radiation levels. A statement from the Soviet Council of Ministers was read on television, a sign of the degree of Moscow's concern. Diplomats speculated that the mention of casualties could indicate a high death toll. The Soviet news agency TASS said one of the reactors at Chernobyl, north of Kiev, had been damaged, but there are no details of how serious the accident was. Soviet nuclear plants, like this one we were given a rare opportunity to see in 1984, have less built-in safety precautions than Western plants. TASS said measures were being taken to help the injured, and the government was setting up a commission of inquiry. Reports from Kiev say all bus services in the city have been cancelled. The vehicles are being used instead to evacuate the Chernobyl area, with a population estimated at around 50,000. The wind blew a cloud of radiation over the Baltic states towards Scandinavia. Some radiation monitors recorded levels 10 times above normal. In Sweden, about 600 people were evacuated from a nuclear plant north of Stockholm. Authorities there thought at first the radiation levels must be coming from a leak in their own reactor. Some Western scientists suggest the type of pollution detected could indicate a nuclear meltdown. Ez az egyik első modelláció, amelyeket ugyan az elmúlt években jelentek meg ismét az interneten, de már akkor léteztek. Az akkori légmozgások alapján próbálták meg modellezni a csernobili reaktorból kiáramló izotópok, sugárzó anyagok útját. Egy ciklon volt, amelyik először Skandinávia fölé sodorta ezeket az anyagokat, ott mérték először, tehát tulajdonképpen a Szovjetunióban az első néhány napigban tiltokban tartották az eseményt, és skandináv atomerőművek, illetve nukleáris létesítmények jelzőrendszerei mutatták ki először ezt a radioaktív anyagot, ami aztán később megfordult, és nagyjából Németországon, Ausztrián keresztül érte el Magyarországot is. Ez az egyik első felvétel, amelyik a csernobili erőművet nem sokkal a katasztrófa után, néhány hónappal a katasztrófa után ábrázolja, amikor már éppen megépült az első szarkofág, amelyek a 4-es reaktor köré emeltek rohammunkában, és az is látható, hogy a teljes területen fel van szedve a talaj, tekintettel arra, hogy a radioaktív szennyeződésnek eltávolításának egy módja van, és főleg a hosszú felezésedő radioaktív szennyeződésnek, föl kell kaparni a talajt, és valamilyen módon el kell szeparálni. Jelen esetben ez egyébként úgy történt, hogy betont kevertek belőle, és ebből építették fel az első szarkofágot, amely maga is emiatt egy sugárforrás. Ez is egy híres felvétel, a legelső amerikai műhold felvétel a csernobili felrobbant 4-es reaktorról, amelyik elég egyértelműen ábrázolja azt a tényt, hogy a reaktor magja is megnyílt, tehát itt hasadvány és bomlás termékek óriási mennyiséggel kiáramolhatnak. Ugye a Csernobil című filmben valamennyien láthattuk azt, hogy hosszú ideig pontosan ez volt az a tény, amit titokban akartak tartani. Maga az erőmű vezetése sem merte bevallani ezt a tényt, hogy megnyílt a reaktor magja. Ez tulajdonképpen így derülhetett ki először, hogy ezt külső műhold felvételekkel felderítették és kikényszerítették ennek nyilvánosságra hozását. És a hatás kedvéért egy ugyanolyan szögből készült felvétel a fukushimai atomerőműről, ahol ugyebár 3 reaktorban következett be. Ott nem nyílt meg a reaktor magja Fukushimánál, viszont gőzrobbanások, illetve hidrogénrobbanások bekövetkeztek, amelyek szintén a hűtőrendszer leállása miatt, illetve a vészhűtőrendszer be nem indulása miatt következtek be. Az atomreaktorok ebből a szempontból egy kaptafára működnek. Ha le is tudjuk állítani az atommag hasadási folyamatot, az atommagok bomlási folyamatát, ami nem ugyanaz, mint a hasadás, az atommagok bomlása, radioaktív bomlás az egy nem szabályozható folyamat, az is hőt termel. Ez a reaktor normál teljesítményének legalább 3-4-5-6-7-8% is lehet. Ezt viszont ki kell várni, ameddig ez a hőteljesítmény eltávozik, és addig a reaktort hűteni kell, leállítás után is. Amennyiben ezt a rendkívüli hűtőrendszert nem tudjuk aktiválni, akkor a reaktormag leolvadhat, és ez valamennyi atomreaktorra, jelenlegi hasadási atomreaktorra vonatkozik. Tehát tulajdonképpen Fukushimában is megindult ez a folyamat, de ott legalábbis jelenlegi tudásunk szerint a reaktormagok intaktak még. Ez a kép azért érdekes, mert ez az egyik első felvétel, amelyik a csernobili katasztrófa után helyszínre érkező szakértői csapatot ábrázolja. A képen én egy személyre hívom fel a figyelmet, akit én annak idején elég jól ismertem, akinek a tevékenységét elég jól ismertem. Ez a kopasz úriember, jobb oldalt, Anatoly Alexandrov professzor, aki a fő-fő szovjet atomenergetikus volt, a Szovjet Tudományos Akadémia első embere, atomenergetikai bizottság elnöke, tehát nagyobb ember volt, mint Legaszov, akit a Csernobil című filmben megismerhetünk. Ő is ott volt, mint látható, ezek az urak zsábolyruhába öltöztek, és valóban az egyes leírások szerint az első órákban maguk is beálltak lapátolni a radioaktív anyagokat, egész egyszerűen azért, mert nem volt senki, aki ezt csinálni merte volna, és neki kellett, ezeknek a vezetőknek kellett példát mutatni arra, hogy a többiek is kövessék őket. És ők ezt megtették. Több más érdekes személy is található ezen a képen. Legaszov maga valószínűleg baloldalról a harmadik. Az ő sorsát nagyon jól ismerjük a Csernobil filmből. Ő valóban öngyilkosságot követett el, miután részt vett a vizsgálat lezárultában. Annyit kell hozzátenni, hogy a Csernobil film annyiban túlzott, hogy a valóságban a Csernobilban lezajlott bírósági tárgyaláson ő nem vett részt, és valóságban nem hangzott el az a beszéde, amivel tulajdonképpen összefoglalta volna a balesetet, hiszen legyünk őszinték, az a bírósági tárgyalás nem akarta elismerni azt, hogy ebben a szovjet nukleáris technológiának komoly szerepe volt, súlyos szerepe volt ebben a balesetben, tehát nem akarták elismerni, hogy ez a rendszer hibája volt. Tehát Legaszovot nem engedték már oda a tárgyalásra. Ez a kép két Ez a képen elsősorban a jobboldali hölgyet figyelmét szeretném felhívni a figyelmet. A Csernobil filmekben nem szerepelt a figurája, vagy legalábbis nem ezen a néven, pedig ő volt az egészségügyi ellátás főhőse, Guszkova professzorasszony, a Moszkvai Biofizikai Intézet klinikájának vezetője. Ő hajtotta végre a heroikus csontvelő átültetések tömegét. Kétségtelen tény, hogy sok legenda terjeng arról, hogy ebben az intézetben mi történt és hogy történt. Az egészen biztos, hogy csak úgy bemenni oda nem lehetett, ahogy ezt a filmekben ábrázolják, és Guszkova vasfegyelmet tartott ott. Ennyit tudunk. A következő képen a robotokat, kísérleti robotokat látunk, amelyekkel megpróbálták letisztítani a 4-es reaktor környékét a szétszorodott radioaktív anyagokhoz. Ezeket a szovjet űrkutatási fejlesztő intézetek bocsátották rendelkezésre, mivel ezeket eredetileg holdjárónak és marsjárónak tervezték. Gyakorlatilag használhatatlanoknak bizonyultak, de azok a robotok is használhatatlanoknak bizonyultak, amelyeket külföldről szereztek be. Így aztán maradtak a biorobotok, az emberek, akik egy szál lapáttal próbálták meg eltakarítani futólépésben a radioaktív anyagokat. A szarkofág építési folyamatát rögzíti ez a kép. A szarkofág, az első szarkofág körülbelül 1 millió tonna betonból készült, amelyet helyben kevertek ki, méghozzá úgy, hogy a szennyezett radioaktivitással szennyezett talajt kaparták össze az erőmű térségében, és azt foglalták bele ebbe a betonba. Körülbelül 1 millió tonnáról van szó, tehát rohammunkában, akut sugárveszélyben körülbelül annyi anyagot kellett itt most bedolgozni, amennyit a World Trade Center lerombolásakor el kellett hordani. Körülbelül ezek a nagyságrendek. Ez pedig az a kép, amikor elkészül a szarkofág és felhúzzák rá a szovjet zászlót. Az akkori felfogás ezt egy csata megnyeréseként fogta fel, tehát egy háborúként fogta fel, amelyet a nemzet a sugárveszély ellen folytat. És ez pedig, ugrunk az időben, ez pedig az új szarkofág, amelynek az építését körülbelül 2011 körül kezdték el, de rendkívül lassan haladt, hiszen nemzetközi adományok, Európai Uniós országok és más országok adományaiból építették fel, és meglehetősen lassan jött össze rá a pénz. Ez egy hatalmas kupola szerkezet, a világ legnagyobb olyan szerkezete, amelyet mozgatható volt, és amelyet elkészülte után rátoltak a 4-es blokkra. Ez a kép azért különleges, mert azt a fázist ábrázolja, amikor még építés alatt volt. Saját látogatásaim alatt azt tapasztaltam, hogy valamiért ezt rendkívül erőteljesen titokban tartották, tehát csak lopva lehetett ezeket a képeket megszerezni. Az elkészült hatalmas íves kupolás szerkezetet aztán vasúti síneken apránként rátolták a 4-es blokkra, így most ez fedi. Hát azt mondják, hogy újabb 100 évre talán jó lesz, utána viszont újabb megoldást kell majd találni, tekintettel arra, hogy a reaktorban továbbra is ott van a sadóanyag, részben megolvadt állapotban, és hát itt gyakorlatilag több százezer évig fent fog állni a jelentős sugárveszély. És most ugorjunk ismét Magyarországra. Egy pályakezdő egyetemi tudományos segédmunkatárs, aki éppen még egyetemi diplomamunkáján dolgozott, hogyan találkozhatott a Csernobili katasztrófával, mondjuk Pécset, ahol vannak tradíciója a sugárzás vizsgálatának, hiszen uránbányák voltak a város környékén, tehát volt ennek egyfajta nimbusza a sugárzásnak, és egyfajta tudás alap is volt az itt élő emberekben, akár laikus módon, akár szakmai módon. Hogyan éltük mi át Csernobilt? A pécsi akkori Orvostudományi Egyetem Biofizikai Intézetét jelzi ez a vörös hely, ahol én éppen egy nagy érzékenységű műszerrel kezdtem el dolgozni, És furcsa módon pontosan az a déjà vu élményt éltem át, amit a Csernobil film fiktív belorusz tudósnője. Egyszer csak azt vettem észre, hogy a műszereim háttérsugárzása megnőtt. Először én is azt hittem, amit ő, hogy beszennyeződtek a műszerek, valami hibát követtünk el. De aztán később kiderült, hogy nem. Esős időszak volt annak idején Pécsett, és pár nappal később, amikor egyébként elhangzott a televízióban az első balesetről szóló hír, elkezdtünk esővizet gyűjteni. Ez a kép jóval később készült egy rekonstrukció, amely az akkori csapadékviszonyokból kiindulva és részben a mért adatokból kiindulva megpróbálta a Magyarországon mért elsődleges jód 131 izotóp szennyeződést rekonstruálni, és jól látható, hogy egyrészt Délnyugat-Dunántúlon, Mecsek térségében akkor pont esős időszak volt, és ennél fogva elég jelentős sugárzási többlet volt, tehát a kiszóródás mértéke jóval nagyobb volt, mint az országos átlag. Jelzem, hogy észak-nyugat felől ért ez el bennünket, tehát tulajdonképpen az Ausztria, Csehország, Németország még ennél is nagyobb adagot kapott. Első tudományos teljesítményeim egyike volt ez a néhány görbe, amelyet oly módon kaptunk, hogy a vízmintákat visszamértük és mértük a sugárzását. Ezek úgynevezett bomlás görbék, és ebben meg lehetett állapítani, hogy az esővízben jód 131 izotóp van. Méghozzá ahhoz képest, hogy semminek nem lett volna szabad lennie, igen komoly mennyiség. Ez az ábrának az alsó része az érdekes a számunkra talán. Most nem belemenve a szakmai részletekbe, lényeg az, hogy akkoriban a Világegészségügyi Szervezetnek, a WHO-nak voltak bizonyos ajánlásai az ivóvíz radioaktivitására. Tehát a lényeg, hogy például az ivóvízre, rövid felezési idejű izotópokra 2000 egység, 2000 becquerel per liter volt a korlát, és ennél a Pécshez ózódoló esővíz elsődleges radioaktivitása jóval nagyobb volt. Mondjuk az más kérdés, hogy esővizet az emberek nem igen isznak, és természetesen a csapvizeknek a radioaktivitása az ennek a töredéke volt, de ez akkor elég ijesztően hatottak ezek az értékek. És ezek után idősebbek jól emlékeznek rá, kitört a salátapánik. Mindenki a zöldségét kezdte el vizsgálni, tekintettel arra, hogy egyik pillanatra a másikra megtiltották a friss zöldség árusítását, ugyanis azt érte az esővíz. Akkor még a magyar közvélemény jelentős része nem értette, hogy miről van szó, ezért aztán pontosan ugyanúgy, ahogy most például a járvány kapcsán össze-vissza mindenféle híresztelések keltek szányra. Majdnem rám törték az izotóplabor ajtaját, mert mindenki hozta össze-vissza a mintáját méricskélni. Ezzel sem akarok most különösképpen részletekbe belemenni. Lényeg, hogy a frissen szedett zöldség radioaktivitása egyértelműen magasabb volt, mint azé, amit betároltak, amit kontrollként vizsgáltunk. Mi lett ennek az egésznek a vége? Az igazság az, hogy csak évekkel később lettünk okosabbak. Akkor szervezték az első szakmai konferenciákat, és akkor szedte össze mindenki, minden tudományos kutató, aki éppen akkor valamit éppen mérni tudott. És tulajdonképpen ezek után tudtuk rekonstruálni például az átlagember sugárterhelését, amiben külön kellett venni ugyebár a 0,2 éves a csecsemőkét, meg a többiekét, például a pajzsmirigy terhelés szempontjából, és megkaptuk a tanulságos, de hozzá kell tennem, hogy becsült eredményeket. Ezek végeredményen azt mutatták, hogy Magyarországon nem volt katasztrófa helyzet, de figyelmeztetésképpen a Csernobil igen komoly volt. Volt hatása, mérhető hatása volt, és figyelmeztetés volt a számunkra. Nem úgy természetesen azoknak az embereknek, akik ott éltek a közelben. És most én akkor az első sokkokból felocsútva, mert hiszen ez sok volt. Gondolják meg, hogy ott kellett megtanulnom helyben a teljes szakmát, a teljes tudományt. eléggé változó támogatással, hiszen volt olyan vezetőm, aki támogatta a dolgot, de volt olyan is, aki azt mondta, hogy ne foglalkozzunk vele, hiszen ne felejtsük el, hogy az akkori állampárt kiadta azt az utasítást, hogy ne beszéljünk róla. Ergo nem volt egyszerű egy pályakezdő fizikusnak ezzel foglalkoznia, és ráadásul úgy, hogy a szakma ellenkezését is megtörje ezzel. Mindenesetre akkor eldöntöttem, hogy ahogy tudok, elmegyek Csernobilba, és megnézem, mi van ott. Erre 10 évvel később volt először alkalmam, 1996-ban, majd utána 4-szer még tovább, tehát 5-ször jártam Csernobilban. Ezek nem csak a megszokott, ma már kalandtúrának nevezett utak voltak, hanem volt köztük például a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség által szervezett terepmérési gyakorlat is, amelyről pár szót majd szólok. Először magában Csernobilban, tehát amiről az erőmű a nevét kapta, valahogy ez is olyan, mint az angoloknál. Az angoloknál Szellafieldnak hívják azt a helyiséget, amely tulajdonképpen Windscale, mert ott van maga az a tönkrement atomreaktoruk. Hát az oroszoknál is, vagyis a szovjeteknél is ez volt a gyakorlat. Valóságban Pripyat városa mellett volt az erőmű, de Csernobil erőműnek hívják. Csernobil kb. 20 km-rel délre fekszik az erőműtől, és furcsa módon, miután a katasztrófa idején déli volt a széljárás, maga Csernobil viszonylag kismértékben szennyeződött. Tehát az volt az a hely, ahol a közvetlen elhárításban létrejött dolgozó emberek ezreit el lehetett helyezni, miközben a lakosságot kitelepítették. Ez az épület volt 1996-ban a Nemzetközi Kutatóintézetnek az épülete, ahol számos ország adományaiból egy mérőközpontot építettek fel, és itt történt az akkor még szigorúan korlátozott beutazásoknak a kontrollja is. Itt látható a csapat, amelyel utaztunk, akkor még a zónába való belépéskor át kellett öltözni, tehát munkaruhát vettünk fel, illetve fejvédőt. És akkor volt módom először erről a magyar sajtóban írni is, ez legjobb tudomásom szerint a magyar sajtóban az egyik első olyan cikk volt, amelyben mérési adatok is szerepeltek. Mert legyünk őszinték, általában az volt a hivatalos magyarországi álláspont is, hogy jó-jó, nagyon súlyos katasztrófa, baleset történt, de tulajdonképpen a sugárzás mértéke nem veszélyes, és hát senki nem mondta meg azt, hogy a sugárzás mértéke tulajdonképpen annyi. Tehát jó magam annak idején sugárzásmérővel mentem oda, és ezeket a mérési adatokat a megjelent cikkekben el is mondtam. Itt most természetesen csak szóban fogok erről beszélni. Az egyik szakmai útnál, mint mondtam, a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség csapatával együtt dolgoztunk, és az olasz sugárvédelmi mérőszolgálat egy rendelkezésünkre bocsátott mérőkocsiával jártuk be a zóna egy szegmensét, ahol olyan jellegű méréseket végeztünk, amelyek a hosszú felezésidejű izotópok eloszlásával foglalkoztak, tehát elsősorban a Strontium-130, illetve Strontium-90 izotópok mozgásával, migrációjával foglalkoztunk. Számomra ez a munka valahogy nem volt ismeretlen, hiszen a pécsi uránbányák meddőhányóinak a felmérése is valahogy hasonló technikával készült. Egy csapattal dolgoztunk, ahol például egyetemisták is voltak, például felszíni szennyezettséget mértünk speciális detektorokkal, illetve 1 méter magasságban a gammasugárzás teljesítményét, illetve spektroszkópiáját végeztük. Mint látható, volt, aki szemlátlátó szorongott, végigviselte a maszkot, mások egy kicsit nevetve, vidámsággal próbálták meg a feszültséget, amely akkor megvolt, feloldani. Végül is magas sugárzású területen mozogtunk, és ez feszültséget okozott mindenkiben. Mint látható, a Csernobili zónában igen erőteljes a vegetáció. Tavasz időszakban, amikor megindul a neftkeringés, akkor lesz nagy a radioaktivitás szintje a környéken, tekintettel arra, hogy akkor a neftkeringés felhozza a talajban lévő radioaktív anyagokat. Különféle mérőeszközök, talajminták, ez pedig én vagyok, amint valamiféle növényi mintákat gyűjtök éppen. És ez egy érdekes kép, természetesen valamennyien viseltünk sugárzásmérőket, amelyekkel a személyi dózisunkat mértük. Korlátozott munkaidőben dolgoztunk, tehát naponta 3-4 órát töltöttünk a zónából, aztán elhagytuk azt, egy elhagyott egykori úttörőtáborban laktunk a zóna peremén, Kijevtől északra, és minden nap a helyi sugárvédelmi megbízott, aki tulajdonképpen kollégám volt, ellenőrizte a személyi dózisokat. Ezekben a grafikonokban mindössze az az érdekes, hogy ha megnézzük, hol magas a sugárzás, az erdőkben a legmagasabb a sugárzás, a mezőkön, a gyepes részeken közepes nagyságú, és ahol semmilyen növényzet nincs, mondjuk az úton, ott a legalacsonyabb a sugárzás. Sajnos ilyen a szennyezett területek radioaktív izotópjának a mozgása, ahol élet van, ott magas a sugárzás. Ez a kép pedig eléggé fontos. Itt a szarkofágtól, mármint a régi szarkofágtól mérjük a sugárzást, attól körülbelül 300 méter távolságból. A szarkofág, a régi szarkofág magassága körülbelül 80 méter, és erre körülbelül ugyanígy lehet rátenni a világszerte jól ismert szellőző kürtő magasságára is. Tehát az egész bőven van kb. 130-140 méter magas. Ettől a szarkofágtól körülbelül 200-300 méterre állva a normál háttérsugárzás 200-szorosát mértem, még körülbelül a katasztrófa után 15 évvel, tehát ez már körülbelül az ezredforduló táján volt. Tehát még egyszer mondom, a normál háttérsugárzás 200-szorosa volt mérhető. Ez tehát annyit jelent, hogy ezen a területen például még akkor is csak korlátos ideig lehetett tartózkodni. Mi természetesen néhány órát tartózkodtunk ott, de én annak idején kiszámoltam, hogy azok az emberek, akik ott fél munkaidőben dolgoznak, mert az ottani személyzet, ez még akkor több ezer embert jelentett, hiszen ne felejtsük el, hogy Csernobil 2000 évig működő, a 2000. évig működő atomerőmű volt, tehát a másik 3 reaktor még működött, ezeket folyamatosan állították le 2000-ig. Tehát ott több ezer ember dolgozott még, és hát nem csak a sugárvédelemben, hanem magában az erőmű üzemeltetésében is. Fél munkaidőben, de kiindulva abból, hogy a sugárzási szint az erőmű környékén körülbelül ilyen volt, könnyen ki lehet számolni azt, hogy az akkori, és illetve ma is érvényes sugárvédelmi normákat bizony túllépette az ott dolgozó emberek sugárterhelése. Ez annál is inkább lehetséges, mert személyi dozimetriai, tehát személyi sugárvédelmet, tehát amit például mi is alkalmaztunk az utunk során, nagyon sok esetben nem használtak. Ezek nagyon különleges fotók, amelyekhez annak idején nagyon nehezen lehetett hozzájutni. Ma már az interneten ehhez hasonlókat lehet látni, de annak idején ezeket szigorúan titokban tartották, és hozzá kell tennem, számos részletet ma is titokban tartanak. Ez a szarkofág, mármint a régi szarkofág belseje, és közvetlenül lehet látni a felnyílt reaktormagvat. Jól lehet látni a helikopterekről annak idején leszórt bór, illetve várium tartalmú homokot, amelyen megpróbálták elfojtani, illetve hát lefedni a szétnyílt reaktormagot, és lehet látni jól, hogy belül emberek mozognak. Az, hogy itt mekkora a sugárzás, és ezek az emberek tulajdonképpen mekkora sugárdózist kapnak, erről mind a mai napig nem tudunk semmit. Ezek szigorúan titkos adatok, de abból kiindulva, hogy kívül több száz méter távolságra mekkora volt a sugárzási teljesítmény, hát itt el tudjuk képzelni, hogy mekkora lehetett. Ez a kép pedig közvetlen közelről a felborult reaktormagot ábrázolja, mutatja. Tehát itt egy betontömböt látunk, amelyik eredetileg vízszintesen áll, de most az oldalára dőlt. A bal oldalt lehet látni a részben szétroncsolódó csatornákat, úgynevezett csatornás rendszerű reaktorról van szó, és a grafitot már nem látjuk, mert a teljes egészében leégett róla. Ez egy kb. 6000 tonna tömegű egység, amelyik felborult a robbanás során. Rajta ilyen lámpaernyőszerűségeket látunk, ezek detektorok, amelyeket korábban felülről, helikopterekről vagy darukról engedtek le, és az volt a feladatuk, hogy a neutron sugárzást mérjék, mert itt az volt a kérdés, hogy most van-e még láncreakció a magban, vagy nincsen. Ezekről se tudunk semmit, hogy ezek mit mértek és hogyan mérték. Itt pedig a leolvadt uránt látjuk a reaktor alatti rekeszekben. Az urán egy része lávává változott, áttörte a betont és lefolyt az alsó részre, majd utána megszilárdult. Elefánttalpnak hívják ezeket a struktúrákat, és máig nem lehet tudni, hogy mit kezdjünk vele, tehát hogyan lehet ezeket egyáltalán felszámolni, eltávolítani. Itt egy másik kép, egy másik elefánttalpról. Ez is egy érdekes dolog, a régi szarkofág tetején folyamatosan, meg belső részében is emberek dolgoznak, és a pihenő időket ólomkamrákban töltötték, tehát ólomtéglákból épített kamrákból, hogy legalább ott legyenek mentesek a sugárzástól. És most már ugrottunk, Pripyat képei következnek. Ezek a képek emblematikussá váltak. Egy nagyjából egy átlagos magyar lakótelep, ez konkrétan én pécsi vagyok, tehát Pécs Kertváros jut mindig az eszembe, egy körülbelül azzal hasonló nagyságrendű panel lakótelepről van szó, ahol egyébként az életszínvonala az akkori szovjet színvonalhoz képest igen magas volt, tehát gyakorlatilag minden kulturális kereskedelmi létesítmény megvolt, ami a igényes élethez elég volt. Az emberek jelentős része jól keresett voltak, autótulajdonos volt, egyebek. És ebből lett az, amit most látunk. Ez a kép pedig tulajdonképpen azért érdekes, mert T-72-es harckocsikat ábrázol, amelyekre speciális haboltó berendezés van felszerelve. Égő atomreaktorokat ilyenekkel kellene oltani. Ezek egyébként akár joystickkal, illetve távirányítóval, ember nélkül is lehet őket irányítani. Meg is mutatták videón ezeknek a működését. Egy probléma van, hogy 1986-ban nem ezekkel oltották a felrobbant, illetve égő Csernobili reaktort, hanem teljesen közönséges tűzoltókocsikkal, teljesen közönséges tűzoltófelszereléssel. És ez pedig a Csernobili tűzoltók emlékműve, ezt akkor építették, amikor először ott jártam, tehát valószínűleg én láttam először. Egy szívszorító emlékmű, akkor még nem volt kész, akkor rakták rá az első virágokat a félig kész szobrokra, mert tulajdonképpen nem hivatalosan mi avattuk fel, mi az első csoport, aki oda mentünk. Hát azt hiszem, túl sokat magyarázni nem kell. Ennek a szobornak a képét mindenhol meg kell mutatni, hiszen azt az emberi szenvedést ábrázolja és harcot, amellyel ezt a katasztrófát meg kellett fékezni. Ezt a képet pedig azért mutatom meg, mert ez is egy emberi vonatkozás. Az előző képek egyikén mutattam azt, amikor a személyi doziméterek kiértékelését mutattuk, és a hölgy, aki az ottani sugárvédelmi szolgálatvezető volt, egyenként rögzítette valamennyiünk sugárterhelését. Egy későbbi utam során őt már csak egy gyászjelentés formájában láttam, mindahogy nagyon sokan eltűntek azok közül, akikkel az első utam során találkoztam. Nagyon sokakról nem tudták megmondani, hogy hova tűntek, és volt, akiről már csak gyászjelentés volt. Tulajdonképpen mind a mai napig kérdéses, hogy vajon mi ölte meg őket? A sugárzás, vagy talán csak a stressz, amit az itt végzett munka jelentett. Erre talán soha nem tudjuk meg a választ. A Csernobili katasztrófának voltak tanulságai Magyarországon is, tehát éppen a 10. évfordulón 1996-ban létrehoztak egy olyan sugárvédelmi rendszert, amelyet a magyarországi egyetemek tartanak fenn, ezt hívják OSJER-nek, és elvileg egy független mérőhálózatot jelent, amelyik együttműködve a hatósági úgynevezett HACSER hálózattal lefedi az országot, és agyből jelzi, hogyha valamilyen külső okból a háttérsugárzás megnövekedne. Itt látható tulajdonképpen az, hogy normál esetben hogy néz ki a háttérsugárzás egy adott mérőhelyen. Mint látható, vannak ingadozások, amelyeket a napszakok váltakozása, időjárás változás, hőmérséklet változás okoz, tehát ezek normálisnak tekinthetők. Miért mutatom ezt meg? Itt látható ennek a hálózatnak a internetes címe. Miért mutatom ezt meg? Itt most váltsunk Fukushimára, ahol szintén volt egy ehhez hasonló mérőhálózat. Pár órával a katasztrófa híre után sikerült internetről levenni néhány mérési adatot az ottani környékbeli detektorokról, és nagyon egyszerűen feldolgozni. Itt most különösebb magyarázkodás nélkül lehet látni, hogy milyen módon ugrott fel a sugárzás lényegében a semmiről egy igen magas szintre, majd lassan hogyan kezdett el csökkenni. Tehát nagyjából ezt mutatja ki egy mérőhálózat akkor, hogyha nukleáris baleset történik a közelben, és ezeket az adatokat még egyszer a területről sikerült szerezni, gyakorlatilag órákkal a katasztrófa után sikerült internetről ezeket az adatokat megszerezni. Ezért aztán ma már nem lehet eltitkolni ezeket az eseményeket ennek köszönhetően. Ez pedig a jól ismert nemzetközi nukleáris esemény skála, ahol éppen Csernobil kedvéért kellett a legmagasabb fokozatot bevezetni, tehát a immár regionális szintű nukleáris katasztrófa fokozatát. Meglehetősen érdekes és nehéz feladat, és emberileg is furcsa dolog beszélni valamiről, amiről mindenki tud, amit most már mindenki ismer, de akkor nem tudtunk róla semmit. Ugyanakkor pontosan belekeveredtünk valamilyen módon, hiszen tudtuk, hogy valami történik. Valami, ami befolyásolja a környezetünket, és ami súlyos veszélyt jelent. És meglehetősen nehéz egy kis emberként, egy nagy struktúra kis embereként, ami legyen mondjuk egy egyetem, egy kutatóintézet, megtudni valamit, és aztán végigjárni, végig nyomozni, hogy tulajdonképpen mi történt. Ezért bizonyos mértékig a Csernobil film ott fiktív tudósnőjével érzek együtt, kicsit hasonlónak érzem magamat is. Én is azt az utat jártam végig. Köszönöm, hogy meghallgattak.